Üdvözlünk mindenkit, sziasztok! Ez itt egy újabb retrozó rész, aki itt van velem, Misu! Üdvözöllek! Sziasztok! Gyerekek, eljött a következő Grand Theft Auto játékunk, ugye a GTA 3 után a Grand Theft Auto Vice City, a Grand Theft Auto sorozat egyik legmeghatározóbb része. Úgy mondom, hogy egyik, mert nem csak ez. Akkor hát nem, most egyébként már régen kezdett Misu, akkor most átadom a szót Misunak, akkor most kezdjétek, kicsit meséljél. Ugye már mondtam a GTA 3-nál is, hogy egyszerre lett meg mind a kettő, és nálam a Vice City az abszolút best GTA, karöltve a 4-jel, ha modern szériát nézzük, mert azért a Vice City meg a 4 közt van különbség, ugyebár mint szika, meg stb. Igen, a Vice City-nél azok a zenék, az a hangulat, meg a város is ismerem már, mint a tenyeremet, igen, szóval igen. Úgy vagyok vele, mint a 4-jel is, hogy minek ott térképet nézni egyáltalán, minek van az ott, szóval értitek alapon. Szóval én voltam, hogy kiskoromban nyarakat játszottam ezzel a játékkal, felkeltem és az volt, oké, menjünk Vice City-zni, és ez ment kb. Estig, szóval... Hát nem lehetett megunni, jó, hát persze nem, igen, nem volt megunni, szóval igényünk. Nagyon, abszolút best ez a játék. Na, hát tényleg, amúgy szerintem is egyébként a legjobb GTA. Hát akkor én is akkor, hogy mondjam, hát régen ugye, ahogy mondtam, nem volt jó gépű, nem ment valami jól, de tényleg én is így vagyok vele, hogy még azt hiszem ismerősnél láttam ezt a játékot, és annyira megtetszett, gyerekek, hogy úristen, nekem ez kell. És akkor hazajöttünk, aztán kiírták nekünk ugye CD-re. Tényleg egyébként azt mondom Misunak is, hogy tényleg a legjobb GTA. Tehát, hogy amik kimaradt a 3-ból, ugye az kerékkilövés, legyen a hangja a karakternek, azt mind ez a játék megkapta. Micsoda? Motor. Motor. Na hát igen. Szóval, gyerekek, tényleg ez a Vice City. Ez az én kedvencem. Ja, hoppá, úgy lehetett ruházkodni, és ugye ott volt a Malibu klub, még semmit nem tudtál csinálni, csak bement és néztétek. Mondjuk az is repülőn, de... Úgyhogy gyerekek, mondjuk tényleg... Mondjuk volt a 3-ba, csak nem tudtál vele repülni szinte. Ez a legjobb rész szerintem. Tényleg, gyerekek, a történet 10/10, a zenék, ami most sajnos nem lesz, mert copyrightosak, 10/10, grafika... akkoriban nézve, 10/10, tehát én nem tudom, amikor ez a játék megjelent, még emlékszem is, hogy mindenki áradott, és nem tudtak róla rosszat mondani, tehát nem volt senki olyan, aki azt mondta volna, én is ismertem pár ilyen gamer ismerőst, és egyikük sem mondta azt, hogy úristen, ez a Vice City, nem mindenki, gyerekek, nem az, mint ma kiadnak egy játékot, és akkor jó, hát ez így szar, úgy szar, mert mit tudom én, lefikázzák, nem tudom, én abban az időben nem tudtam senkit. Egyébként mikor jött ki Misu? 2002-ben jött ki PS2. És 2003-ban PC-re. Igen, mert 2003-ban voltunk nagyba a Balaton a családdal, és előtte voltunk, pont bementünk ismerős, azt én kérdeztem és mondom, mit csináltuk itt, tudod, a fiaitól, az ismerősünknek, jó haverok. Aztán én mondom, hát ez azt mondja, hogy Vice City, azt mondja meg, mit tudom én. Jó. És akkor te ez meg mi? Hát gyerekek, én ez a játék, ez tipikus szerelem első látásra. Ja, én azt nem mondtam, hogy a map is 10/10. Ez minden. Na, akkor Misu, kezdjük egy új játékot. Egyébként Steamen van meg nekünk a játék eredeti. Jó, nyom tovább az elég gyorsan videót, mert szól a zene, a Broken Wings. Igen, van feliratunk is, ugye a legelén az a lényeg, hogy megérkezzünk Rosenberggel. És az a lényeg, hogy ugye ott az első videóban is beszélték, hogy délen adnak nekünk munkát, mert éjszakon ezek a nagyurak hát egy ilyen bűnszervezetet működtetnek, és nem akarják, hogy Tommy Vercetti beleüsse az órát. Na gyerekek, itt láthatjátok az utcán... És akkor úgy kezdődik ugyebben az egész, igen, hogy helyesebben rosszul mondtad, mert minket küldenek el a déli üzlethez, és akkor az üzlet, drogüzlet... rosszul záródik, hát ott a legelején, a bevezetőnél, és akkor ugyebár a drog az eltűnik, pénz sincs, semmi, sehol, és akkor utána ugyebár ez a Sunny meg kérni a pénzét, és akkor ugyebár Sunny nem tud mivel szolgálni, mivel a drogból nem lett pénz, mert ugyebár a zsaruk rajta kapták őket. Jó, igen. És akkor úgy indul ki ez az egész, és a végét ne spoilerezem le, de szerintem mindenki végigjátszotta, és sejtünk mi a vége, de ja. Hát ez most fogja be a fülét, már szerintem nem mondjuk el, mert... Na gyerekek, tényleg a maga az út, a pálya, az épületek, tényleg olyan Vice City feeling ez gyerekek, hogy ez tényleg az a durva, tényleg igaza van annak, akik azt mondja, hogy az új játékok nem a jók. Tényleg gyerekek, ott a GTA 5. Annyira vártuk, hogy el nem tudjátok inni, de tudjátok mi volt? Beléptem. Nagyon jó volt, viszont az a varázs szerintem nem lesz meg a GTA 5-ben soha. Tehát én a GTA 5-tel mondjuk 10 év múlva szerintem nem fogok úgy játszani, hogy úristen ezt nézd, hanem én a Vice City-vel leszek így. Mert maga a feeling az nincs meg. Oké, jó grafika, roleplay-szerű, online, mindenki erről álmodott ugye, de nem. Tehát az a baj, a feeling az... Én azért tartom a GTA 4-et is jobbnak az 5-nél, mert annál is annyira megvan az a feeling, is, pontosan. Hogy Nikó meg Vladivostok, egyszerűen mert a GTA most 3 szereplő, így semmi. A történet gyerekek az... Van benne egy-két jó küldi, de az... Azt nem tudom, az... Inkább nem mondok róla semmit, mert még itt le leszek húrogva, hogy hát egy olyan jó játékot mémelek szidni. Jó játék, tény, kegyetlen jól optimalizálva, mit tudom én, minden, de... nem. Tehát Vice City gyerekek ezzel. Azt mondom, az mondja ezt, aki már végigvitte ezt a játékot. Én úgy vagyok vele, hogy Vice City a 3D univerzum, a HD univerzumnál, mert ugyebár itt különböztetik meg a tudod a GTA 4-től kezdve, ott meg az abszolút GTA 4 ugyebár. Igen, igen. Ja. Hát én lopok egy ilyen Oceanic-et ugye, Misu ugye, és ez ugye egyik GTA-ban sem volt benne, nem Misu? Hoppá! Aztán nem. Tehát ez kultusz autó. San Andreasban, igen. Ja tényleg ott benne volt, ja. De ez a hang is kovált, és ez a hang tudod. Mondjuk sokan mondják egyébként, biztos sokan fogják írni is, hogy jó, a San Andreas a legjobb volt. Nem tudom, nálam a San Andreas nekem se, nem, gyerekek. Végigjátszottam párszor, de... Tehát figyelj, azt mondom feelingre, még talán az is lehet jobb, mint az 5. Hát de, meg a gettózás. Én azt mondom, akkor mondjatok véleményt, meg minden, meg akkor szígyetek minket, hogy most szidjuk itt a GTA-t, tényleg jó játék, de... Figyelj, azt mondom, skacok, vigyétek végig az 3-at, a Vice City-t, San Andreas-t, 4-et, meg az 5-öt. Vigyétek végig, és utána szerintem ti is rá fogtok jönni. Nem is kell benneket, hogy szerintem győzködni. Ezt csináltok meg. Ja, meg a 4-et játszátok végig az IFLC-vel együtt, mert az is dob hozzá egyet. Na hát én meg most szégyen magam, ez IFLC-t nem vittem végig. Hát azt ma szépen pótolt befele. Skacok, az a baj, szégyen mag se a Ballad of Gaytoni, se pedig a Lost and Damned. A Ballad of Gaytoni pedig nagyon végig kell játszanod. Majd lehet, hogy bepótolom. Na, skacok, ugye itt az a lényeg az és nézzed meg a missionök a gyerekek, a parti. Hát mekkora feeling, hogy... Már mindjárt meglátjátok egyébként, hoppá. Igen, a partin szól a zene. Hopp, egy kis bug itt az a lényeg, jó? Csak kitalál a Game Zone. Jó igen, ugye ott az a néger karakter, oda ki a rendőre bunyózik, tudod? Yeah. Ott bunyóznak, hát az mekkora! Egyébként oda mennék és megütném a négert, akkor izé kapnék $50 ilyen jutalmat. Megpróbáljam, mondjuk lehet, hogy mi leüt mindjárt a rendőr. Már segítek neki. Épp mondtam Tomónak, hogy nekem jelenleg is rajta van egyébként telefonon a Vice-t, nem tudom, hogy néha van egy kis időm, elő szoktam venni. Játszogatok vele. Hú, csak az a baj, nagyon meríti azért a telefon tovább. Hát, egyébként nekem is meg volt telefonon gyerekek, de nem. Tehát ez gépre van. De nem volt rossz, meg ugye kicsi irányítatóság. Na gyerekek, itt az a lényeg. Ó, basszus. Én nekem főképp a grafika, ami nem tudom, az annyira jó, hogy kicsit szebb telefon. Hát kicsit, jaj, csak az a baj, ugye nem megy maximum, mondjuk egy S4-en azért megnézném, S5-ön. Ó, mennyi pénz volt! Enni a négerni, ugye enni a kabátosnál, tudod Misu? Aha. Na jó, ugye ide jövünk ide a Rafaelszel, és akkor fölveszünk jó kis öltönyt, hát mekkora feeling volt annó gyerekek, hogy hát egy játék így kezdődik, öltönyösen, lazán, mint hogyha... Nice bike. Ja igen, nice bike. Misu? Azaz, én már... Hát én nem tudom hányszor hallottam, de ezt a mondatot, de szerintem egy olyan 5-6-szor biztos elkezdtem ezt eltudni. Én azon néztem, hogy régebben néztem ilyen... időrekordot tudod, hogy mennyi idő alatt tudják megcsinálni a Vice City-t. Sztorival tudod úgy stáblistáig. És akkor azt bírtam, hogy ült a csávókám mellett egy egész csapat, csávókám. És akkor így kívülről vágták, hogy mit mond az adott szereplő, meg így elkezdték énekelni a zenét. Hát nem most. És mennyi volt Misu, nem tudod? Hú, azt hiszem, ami 1 vagy másfél óra. Ne szórakozz! De minden ilyen trükköt kiadták. A hajónál is egyből nyom le Misu. Copyrightos a zene. Persze, mondtam. Ott is. No, ugye itt az a lényeg, hogy az admirálisnak a lányát, hogy hívják ezt? Misty? Nem Misty. Mercedes. Ja, Mercedes, meg a, ugye Audi. Na az a lényeg, hogy de a Misty az hol van? Az, itt van? Misty a izébe van, a 3-ba kevered. Jaj, igen, jaj, tényleg. Na, és ugye el kell vinni, szépen elviszik motorra. Ugye elhozzuk ide ehhez a... mi is ennek a neve? Paul... mi? A pole position, jó van. Ugye ez egy pár, amit később meg lehet venni és pénzt hoz. Az a durva, hogy én a GTA Vice Cityt várjál, végigjátszottam gépen, végigjátszottam telefonon, és végigjátszottam PS2-n, és PS2 de megvan eredetiben a Vice City. Amúgy. Jó kis, de azok voltak a jó idők, PS2. Annó, képzeld el, hogy... Tudod, ugye már vettem 3 éve egy PS2-t, és akkor beszereztem forrásokból a játékokat, maradjunk annyiban, mindenki érti az alatt, mert csippelt volt a PS2, meg így mindig megvan, és akkor Vice Cityt akárhogy írtam ki, nem ment. Na mondom, jó. De hogy így csip-csip, vagy hogy? Nem. Tudod, hogy mondom a csippeltet a... PS2-nek a csipő cuccánt kell ugye már módosítani. Na de ne menjünk ebbe bele, szóval akárhogy kiírtam a Vice Cityt, hát nem mondom, jó, néztem batterát, 1400 forint volt, hogy mennyi, nem mondom, jó. Jó, hát most 1600, persze. Ja. Most. Jó, ne itt az építkezés, gyerekek, az a helikopteres küldi most, ez most egyből mindenkinek beúrik, hogy miről beszélek. Ja. Már aki Vice Cityzett. Igen, mondjuk valaki szerette, pont Tizi mondta, hogy ő meg nem hozzá. Én azt mondom, igen, azért nem szerettem, mert nem, tehát én régen nem voltam nagy játékos, mindig haverrat csináltam meg, de nem voltam azt, hogy most így tudom, hanem béna voltam, akkor tényleg mindig frusztrált, hogy ez mindig benne van. De most egyébként simán megcsinálom, tehát nem nehéz, csak régen azért, hogyha az ember ugye még nem volt kocki, már most annyiféle játékkal játszok, nem is keveset, hogy az ember már tudja, mit kell csinálni. Most régen, most kint focizunk, bejövök, egyszer nem tudom kezelni a numlokkot, meg ezeket nem is után. Tudod, mit csináltam? És nem volt még bennünk a fél. És tényleg nem volt bennem se, és akkor így uncsimnak szóltam, hogy gyere már rá, csináld meg. Ja. Te kajak, szóval... Hát én is így volt, és az a durva, hogy direkt elmentettem a mentést, külön mappába eltettem Misu később, ha elkezdem a Vice Cityt, és eljutok oda, akkor azt kihagyva onnan folytatom. Tehát mindig volt egy olyan mentésem, ami azután volt, és akkor mindig eljutottam addig, azt beraktam, és akkor úgy folytattam a... Egy idő után áll az ember kezden nagyon nehezen. Amúgy meg, még régebben is egyszer megcsináltam, még nagyon nehezen. Ugye mi itt a lényeg, hogy itt van a jó kis séfünk. Jó, de ez jó kis sikátor, ja. És akkor meg kell vernünk. Jó prick. Hát ez a bunyóm is lesz. Leo, megváltozott a hangod. Ja, screw you man. Screw you man. Screw you man. És várjál, hogy végül összevettem a sebet. Te is kész egyet! És akkor ugye itt van a jó kis néger barátunk. Ja, igen, amit elfelejtettünk a Vice Cityvel kapcsolatban mondani, hogy aki nem tudná, én se tudtam, és még nem néztem meg sose, pedig tervezem megnézni a sebhelyes arcú alapján. Igen. Találták ki ugyebár a sztorit is, nagyjából, meg a villa is Diaz villája. Ja, amúgy igen, az a sebhelyes arcú. Annyit tudok a sebhelyes arcúval kapcsolatban, hogy a végén a főszereplő megdöglik, hopp. Spoiler, de még mondom, én se látszom egyébként, szóval be kéne pótolnom valamikor. Sebhely, jó, hát mi régen sebhely, de régen tudjátok mi volt a sebhelyes arcom, amikor eltanyáltam a porba, az tiszta por volt a pofán, meg még a nyelvemen is volt kavics, mert csukott szája este, mert itt tudom én, az volt a sebhelyes arcom, nem így. Toma? És úgy sebhelyes arcom, adjuk már. És ugye most itt el kell jönnünk, vennünk kell fegyvert. Ugye először csak pisztolyunk lesz, ugye itt is szépen sorrendben nyílnak meg a fegyverek. Rockstaros főső a bolti eladón, akinek a kezében mindig egy fegyver van. De ezzel hogy törlök ki, azt nem tudom. De ezzel szerintem legyen rábízva. Nem Misu? Jaja. És ugye ott fönt láthatjátok, hogy textúrával még találtunk Thompsont. Ha jól látom, ott fönt van még FAMAS is, AK, G3S, azt hiszem ugye az a... Hát van itt minden, gyerekek. Oké, idévünk. Én már napocsit verem. Kell, azt mondja, hogy press shift, oké, vettünk egy pisztolyt, én meg véletlenül ezt képet nyomtam. Hogy kell kilépni F. Oké? Okay. Visszaszállunk Diaz kocsiába, és most el kell menni ugye ahhoz a partiházunkhoz, ugye ez a... Diaz? Vagy Diaz már, hogy hívják? Lenz, na! Hát keverem. Hát én itt rövidítek gyerekeket. Még mert annyira ismerjük ezt a pályát már, hogy... Hihetetlen, nem Misu? Jaja. És épp beszéltük múltkor, Móval, azt hittem, hogy én minden GTA-t végigjátszottam 100%-ra. Ebből az az igazság, hogy a modernkori GTA-kon kívül egyet sem. Egyrészt az acsi miatt, na jó, ne nézzetek acsivadásznak, de valahogy, hogy ugyebár az acsi úgy adott célt egyrészt, pedig a GTA 4-ben az a 200 galamb eléggé szivatós rész volt, hogy hát az igen. Hülye dögöket levadázgatni. Szóval a 4-en meg az 5-ön kívül egyet se játszottam végig 100%-ra. Vice City az a baj, de az a baj, a Vice City-zés kell a mentős, küldi, rendőr, ja. Tűzoltó, és azért valljuk be, ezek nem annyira egyszerűek. De mondjuk én úgy vagyok vele, hogy tehát, hogy igazából ugye ezek azért lettek beletéve, mert hogyha hamar végigviszed, tehát hogy ne undd meg a játékot. Most egy, jó persze mostani GTA-kban is van, de annyira nagy hangsúly már nincs rajtuk, mert a mai GTA-t az főmész online-ra és beleteszel, mint én 400 órát csak online-ba, és ott vagy, hogy hát még azért van mit fejlődni hát, meg benni. Nem tudom, én már azért, például ott a GTA-t, mint mondtam, ugye már nem csináltam annyira, mint a 4-et, de Shotgun. Mégis mondjuk azt viszont kijátszottam már 200%-ra, meg szerintem még lesz egy harmadik is, mert egyszer... Mi az? Várjál, most hívott csávó. Hol vagy? Jó vagy? Jó, megváltozott a hangolt. Csak azt mondd meg, hol vagy. Mi a pokol tűnél? Hol? Adjad Leót. Most már én vagyok helyette. Screw you, man! Leo. Na, szóval... Már egyszer végigjátszottam Xbox-on, Mattanon, PC-n, és majd még szerintem Xbox-on is végig fogom, de utána szerintem nálam a GTA 5 sztoria végleg el lesz vele. Jó, hát szóval... az GTA 5 a sztori... sztoriba, persze, nem most nem izébe. Sztori az... Ja. Gagyi. Mondom, ez... Most tényleg biztos jönnek ugye azok, ugye, akik új generációs GTA-n nevelgettek, hát de meg, hogy az mész arra, itt tudom én. Mondom, tényleg, oké, most lehet mondani, de én azt mondom, vigyétek végig ezt a Vice City-t, és utána döntsétek, hogy melyik a jobb. De ezt vigyétek végig. Na. Jó, csak az az azért, hogy nem akarok szemét lenni, vagy hogy fogalmazzak, de... Na, már kis tém, és ugye, mondjad, Misu! Lehet, hogy hiába hangsúlyoztad a videóban kétszer is, hogy... hú, most vigyék végig, most az azért, hogy most gondolj bele, te vagy 25, én vagyok 22, és mondjuk vagyunk egy 15 éves ember. Igen. És most akkor neki érted, fura lenne egyrészt a grafika, ő nem érte át azt a gyerekkori élményeket, amit mi, és de, most lett de akkor is több van ebben a játékban, sztorilag. Hát az persze. Hát figyelj, berak hozzá a magyarítás, és akkor fog érteni, hogyha mondjuk nem megy az angol annyira. Hát ja. Úgyhogy mondom, végigjátszható. Úgy hogy állunk kint létre? Hát nem tudom, szerintem itt elköszönünk, miért itt már autózgatok már egy óhót föl lehet eszedni. Jó, mert megcsináltam azt a kocsi szétverőskülni. Én aztán még itt a lences után megálltam. Néni, nem gyerekek! Volt a szolgáltatás? Jó igen, ott ezek a jó kis, hát ugye ez is volt, hogy volt benne, mint a 3-ban is volt, de... De a 3-ban hány típus volt? Aztán abban is kétféle volt, nem? De azt, mint itt. Na, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna a Retrozomba a Grand Theft Auto Vice City, amit tényleg szerintem nem csak nekünk, de jó néhány embernek, Grand Theft Auto fannak is a széle csücske. Írtatok, hogy legyen majd San Andreas, igen, elképzelhető, hogy abból is csinálunk videót, sőt, biztos, hogy abból is lesz Retrozom. Ha nem a következő, hanem akkor az utáni való részben jön a San Andreas. Rengeteget beszéltünk róla, de... Én azt mondom, hogy újra majd fel fogjuk vetni. Tomó! Hallod? Rám esett a karakterre, belenőtt egy pár pillanatra a motorháztető a... Micsoda? Ja, jó, hát jó, na, vannak hibák. De ami abszolút best, hogy itt lehet tolni a kocsiban. Mi a? Hát egy lövöm a rendet! Lövöm a rendet, ezt nem hal meg. Na gyerekek, gyorsan elkösztök mindjárt a rendőrnek, a barátai is megvernek. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy tetszett. Köszönöm Misunak, hogy itt volt, jövő héten egy újabb Retrozom következik. Sziasztok! Sziasztok!